Megkezdődtek a Jégkorong Erzteliga negyeddöntő sorozatai. A címvédő Gyergyói Hoki Klub és a Csíkszeredai Sportklub remekül rajtolt. Az alapszakaszban második helyen végzett Brassói Korona viszont kétszer is kikapott a DVTK Jegesmedvégtől. Egyaránt 2-0-ra vezet a Jégkorong Erzteliga negyeddöntő sorozatokban a Csíkszeredai Sportklub és a Gyergyói Hoki Klub. A csíkszeredaiak idegenben a Budapest Jégkorong Akadémia otthonában parás csatában kétszer is egyetlen góllal nyertek, előbb 2-1-re, majd 1-0-ra. A Gyergyói Hoki Klub kihasználta a hazai pálya előnyét az Újpest ellen, bár távolról sem volt egyszerű. Az első meccset hosszabbításban nyerték 2-1-re, a másodikon pedig hátrányból fordítva 4-3-ra. Szilassi Zoltán edző szerint ez a meccs a fejlődésüket bizonyítja. Ami jó, hogy megint megtaláltuk az utat a győzelemhez. Hiába van nagy fölényünk, olyan kapus teljesítmény, ami volt, hogy ezt négyszer meg tudtuk venni, ez tök jó, de ezért kicsit sajnálom, hogy kaptunk hármat, mert ebből a két gólos távolsággal illett volna végig lehozni, de mivel kiállítás hegyekbe ütköztünk saját magunk miatt, így szorosabb lett a vége. A brassóiak kétszer is vereséget szenvedtek hazai pályán a DVTK Jegesmedvégtől, előbb 2-3-ra, majd 1-3-ra. A vezetőedző szerint lábon lőtték magukat. Szóval legyőztük magunkat, 5-5 ellen kaptunk egy gólt, 45-46 kapura lövés és csak egy gól. A góllövőinknek, a legjobb játékosainknak gólt kell lőniük és jól kell védekezniük. De nagyon nehéz a kapusodnak minden este úgy játszani, hogy tudja, hogy minden este shootoutolnia kell, hogy esélyt adjon a győzelemre. Mert ha nem, nem lövünk gólt fölényben, ami tegnap este sikerült, de ma este nem. A sorozatok kedd este folytatódnak, ezúttal Csíkszered a hazai pályán, Gyergyószent Miklós és Brassó pedig idegenben játszanak két-két mérkőzést. A párharcok az egyik fél 4 győzelméig tartanak.